Köszöntöm Önöket, Hír Háttér című műsorunkat látják. A mai adásban kicsit utána járunk annak, hogy az elmúlt egy évben hogy alakult a helyi civil szervezeteknek az élete, illetve milyen kilátások vannak 2021-ben. Erre pedig segítségünkre Nagy Sándor lesz, a Civil Szövetségnek az elnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a kívást. Kicsit akkor kezdjük a dolgokat az elején, hogyha lehet így fogalmazni, menjünk vissza egy évet. Hogyan alakult 2020 márciusától a helyi civil közösségeknek az élete? Mondom, itt is nagyon sok programot, nagyon sok tervet keresztül hozott a járványhelyzet. Igen, én inkább emlékszek arra, hogy március 16-ától jöttek be a korlátozó intézkedések. Március 15-én még utoljára meg tudtuk szervezni a civil koszorúzást, a március 15-i civil koszorúzást, és azután leállt az élet. Tehát ez is már a félig meddig valósult meg ez a koszorúzás, hiszen a Városháza óvott bennünket, hogy összeüljünk. Az egy 20-25-el összejöttünk, és ezt a koszorúzást le tudtuk bonyolítani, és azóta sajnos leállt az élet, és ez nagyon rosszul érintette a civileket, hiszen mindenki éves munkaterv alapján dolgozik, vannak hagyományokkal bíró rendezvényei minden szervezetnek, és ezeket a tavaszi rendezvényeket minden esetre keresztül verte ez a vírus. Úgyhogy tavaly tavasszal még sokan abba gondolkodtak, hogy összetalán ezek a rendezvények megszervezhetők. Egy részük megszervezhető volt össze, más részüket viszont törölték a szervezetek, mert össze is azért eléggé nehéz helyzet volt. Mindezek ellenére tavaly még októberben sikerült megszervezni ugye a civil napot a Flash központban, itt még akkor tudták a civil szervezeteket díjazni. Így van. Tehát október 3-án volt a 20. Moson-Magyaróvári civil napnak a napja, amit megszerveztünk, és hát akkor is már azért látható volt, hogy kevesebb volt a nézőközönség, meg hogy be kellett tartani a járványi előírásokat, mindenki maszkba volt, távolságot kellett egymástól tartanunk, de meg tudtuk tartani a rendezvényt. A kulturális egyesület szerencsés helyzetben volt, hiszen a május elején esedékes színjátszó találkozót azt el kellett halasztani, és szerencsénkre október 10-én, 11-én egy szökített tartalommal, de meg tudtuk rendezni a Moson megye színjátszó találkozót, immár a 30. alkalommal. És akkor 2020 novemberében ismét jöttek az egyre szigorodó korlátozások, ugye ez mindenkinek az életét érintette. Mit lehet tudni az elmúlt fél évben, milyen munkamenet szerint tudnak a Moson-Magyaróvári civil szervezetek működni, hogyan zajlanak a mindennapok, mi az, amit el kellett hagyni, mi az, amit esetleg most be lehet pótolni, amire máskor nincs idő? Szóval itt több probléma van, ugye egyrészt a civil szervezetek, ezek közösségek, és közösségi életet élnek. Ezt a közösségi életet sem tudták megélni. Tehát nagyon sok szervezet tavaly áprilisában, májusában gondot okozott a közgyűliseknek a megtartása egyáltalán. Összejövetelek megtartása, tehát sorra maradtak el a félfogadások, ügyfélfogadások, és ez az egész évre ez rányomta a bélyegét, ez a közösség életnek ez a meg nem élése. A másik, ami nagy gond volt a civilek számára, ezek az anyagi forrásoknak az előteremtése. A városi pályázatok nagyon fontosak a városi civilek szempontjából. Ezeket a pályázatokat is szűkített keretösszeggel, szűkített tartalommal hirdette meg a város, és emiatt is sok rendezvény elmaradt. Az állami források is szűkültek sajnos, hiszen több pályázatot nem írtak ki, vagy kevesebb keretösszeggel írtak ki pályázatokat, és a harmadik bevételi forrás pedig az adományozóknak a támogatása a civileknek. Én azt tapasztaltam, hogy a vírus után az adományozási kedv is csökkent. Tehát sokkal kevesebb adomány érkezett ezekhez a
civil szerzetekhez, és ennek következménye volt, hogy jóval kevesebb rendezvény tudott megvalósulni anyagi okokból is. Tehát megvolt a szándék, de anyagi okokból is el kellett rendezvényeket halasztani. Tehát 2020 az nagyon-nagyon kedvezetlenül érintette a civileket. Ezeket a bevételeket egyébként a rendezvény szervezés mellett mire fordítják még a civil egyesületek? Mit lehet tudni, miként működik a gyakorlatban egy-egy ilyen kis közösség? Hát ugye két kiadási főtétel van. Az egyik ugye a működési kiadás, másik pedig a program szervezéshez kapcsolódó kiadás. A működési kiadásokra ma Magyarországon a Nemzeti Együttműködési Alap biztosít forrásokat, és ezek a források is tavaly azért csökkentek. Tehát én azt tapasztaltam, hogy kevesebb forrást tudott elnyerni egy-egy szervezet. A program finanszírozás pedig eleve csökkent, hiszen kevesebb pályázatot írtak ki, és ezek a források csak programra használhatók fel, ezek a források nem használhatók fel. Mi a helyzet a 2021-es évvel? Ugye azért január-februárban minden civil szervezet elkészül a várható programjával. Lehet-e egyáltalán számolni ezekkel jelenleg? Tehát milyen anyagi források állnak most per pillanat rendelkezésükre a civil szervezeteknek? Hát nagy a bizonytalanság, hiszen nem tudhatjuk, hogy milyen rendezvények szervezhetők meg 2021-ben. Én attól félek, hogy a tavaszi rendezvényeket ismét el kell halasztani. A járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy tavasszal nagy tömegrendezvényeket, vagy akár kisebb rendezvényeket szervezzünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ha itt a oltási hajlandóság és a vírushelyzet úgy alakul, akkor ősszel talán már bátrabban lehet szervezni rendezvényeket, és a civilek is erre készülnek, hogy összetegyék át azokat a rendezvényeket, amelyeket át tudnak. Van olyan rendezvény, ami nem áttehető, mert helyhez kötött, időponthoz kötött. Tehát egy húsvéti rendezvényt nem lehet megtartani októberbe, tehát ez csak az húsvéthoz kötődik. De azért számtalan olyan rendezvény, ami halasztható. A források tekintetében is hát eléggé szomorú a helyzet, hiszen a város idén tavasszal nem írta ki azokat a civil pályázati alapokat, a város költségvetési helyzete nem tette lehetővé, hogy ezeket az alapokat meghirdessék, amelyre a civilek építhettek volna. Nekem arra van affinitásom, arra van felhatalmazásom, hogy azt mondjam, hogy talán ősszel lesznek források, tehát ősszel áll úgy a város anyagi szempontból, hogy a civilek számára forrásokat tud teremteni. Most tavasszal ezt még nem látja a város, és ezért nem tud forrásokat teremteni. Tehát itt össze lehet programokat szervezni. A Kulturális Egyesület esetében éppen a héten döntöttünk arról, hogy a 31. Moson megye színjátszó találkozót elhalasszuk. Ez május 7-e, 9-e között került volna megrendezésre ez a találkozó. És most új időpontunk van, november 12-14-e között szervezzük meg ezt a rendezvényt. De gondolom, hogy nagyon sok civil szervezet is ugyanígy gondolkodik, és ugyanígy van. Mindezek ellenére milyen munka folyik jelenleg akkor a háttérben? Mit lehet tudni az egyesületekről, a szervezetekről? Mit tudnak tenni addig, amíg a tényleges programok és a programkínálat el nem tud indulni? Jelen esetben ugye mondjuk, hogyha ősszel gondolkodunk, akkor addig mit tudnak tenni ezek a szervezetek a háttérben? Hát az előkészítést azt meg tudják tenni, illetve én a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetnék, hogy azokat az emberi kapcsolatokat ápoljuk, amelyeket ezek a közösségek kialakítottak hosszú éveknek a munkája által, hogy ezeket a kapcsolatokat újra gomboljuk és újraépítsük, mert ez nagy szükség lehet majd ősszel, amikor rendezvények szervezhetők. És a pályázati, most ugye már beszéltünk a városi pályázatokról, lehet-e már tudni valamit az állami támogatásokról? Tehát azokra lehet-e már pályázni?
Igen, a Nemzet Együttműködési Alapnak a működési forrása, ez a pályázat, ez tavaly kiíródott, pályáztak is a civilek, és a döntés megszületett. Most a támogatási szerződés aláírása van folyamatban, és amint ez megtörténik, én szerintem április végén minden nyertes civil szervezet forráshoz jut. Van egy új pályázati lehetőség, és erre felhívnám valamennyi civil szervezetnek a figyelmét. Ugye tavaly vagy tavaly előtt hirdettem a kormány a falusi civil alapot, amelyet az 5000 fő alatti településeken működő civil szervezetek érhettek el. Most ennek a mintájára a kormányzat meghirdette a városi civil alapot is. Ennek a felhívása már a Bethlen Gábor alapkezelőnek a honlapján megtalálható, és április 21-től május 21-ig lehet pályázni erre az alapra, és itt nem kevés pénzről van szó, hiszen 3-4-5 millió forintokat lehet elnyerni az arra érdemes pályázóknak, tehát én azt mondom, hogy meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget is, mert más lehetőség, más forrás idén nem igen lesz. A civil szövetség egyébként miben tudja segíteni a helyi civil közösségeket? Igen, a civil szolgáltató központot működtetjük a Pacsirt utca 14 szám alatti irodánkban, tehát itt tanácsadással tudunk segíteni a civileknek, pályázati tanácsadás, pályázatírás, könyvelési tanácsadós, projektmenedzsment, tehát a legkülönbözőbb formában tudunk segíteni, és ezt igénylik is a civil szervezetek, tehát jönnek hozzánk. Ezen kívül információs szolgáltatásunk van. Van egy civil hírek című online portálunk, hírportálunk, amelyen egy évben 19 alkalommal adunk ki egy lapot, egy 12 oldalas lapot. Tehát például ebben a lapban tettük közzé a városi civil alapnak a pályázati felhívását is, és erre is jött már érdeklődés hozzánk, hogy hogy is van ez az alap, hogy is tudunk segíteni. Tehát így tudunk segíteni a civileknek, hiszen attól függetlenül, hogy most a civilek nehezebben működnek, azokat a törvényi előírásokat teljesíteniük kell a civileknek, amely bármely szervezetre vonatkozik. Tehát meg kell csinálni a számviteli beszámolóját a tavalyi évről, el kell készíteni a közhasznossági beszámolóját, adóznia kell, statisztikai jelentést kell elkészítenie, tehát a legkülönbözőbb ügymeneteket el kell látni tudni továbbra is. Attól függetlenül, hogy most ilyen piánó van a civil közösségek életében. Hát reméljük, hogy minél hamarabb visszatér az élet a normális kerékvágásban, és találkozhatunk Mosonmagyaróvár számos civil szervezetével. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és kicsit itt összegezni tudtuk azt, hogy mi a helyzet a civil szervezetek életében. Önöknek pedig köszönjük, hogy minket választottak, tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátásra!